Kegyes pár, Önök megjelentek előttem, mint Debrecen megyejogú város anyakönyvvezetője előtt, abból a célból, hogy házasságot kössenek. Házasságkötési szándékukat bejelentették, megvizsgáltam, házassági akadályt nem állapítottam meg, így az megköthető. Mielőtt a házasságukat törvényesen is megkötném, kérdést intézek Önökhöz, melyre hallhatóan igennel vagy nemmel kell válaszolniuk. Első kérdésem a mennyasszonyhoz, aztán a vőlegényhez intézem. Kijelenti-e Ön, Ficele Petra, hogy az itt jelenlévő Deák Györggyel házasságot köt? Köszönöm. Kijelenti-e Ön, Deák György, hogy az itt jelenlévő Ficele Petrával házasságot köt? Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy Deák Ficele Petra és Deák György a Magyar Köztársaság családjogi törvény értelmében házastársak. Foglalnak helyet. Házasságukat Debrecen város házasság anyakönyvébe bejegyeztem. Legfeljebb szíveskedjenek a házassági bejegyzést aláírni. Először a feleséget kérni. Most pedig húzzák egymás ujjaira egy gyűrűket olyan szeretettel, amilyen szeretettel húzzanak egymásra. Jelentse ez az összetartozásokat a hosszú boldog házas életünk során. Ősidők óta jelképes jelentőséggel bírtuk. Attól függően, hogy milyen alkalomból gyújtjuk meg attala. Jelentse most a gyertya fénye a szerelmet, jelentse azt, hogy nem tűnünk el soha. Jelentse az életet, az élet folytatását. Kérem Önöket, hogy a két szerelmesen lángoló, az élet egyéválásának szimbólumaként gyújtsák meg a két égő gyertyával a harmadikat. Alig néhány perc telt el azóta, hogy a jegyes párból házas pár lett. A különbség már a kifejezésben is érződik, igazán azonban majd a tartalom változtat rajta. Megszoktalak akár a levegőt, bármerre nézek, mindenütt te vagy. E kosztolányi gondolat jó példa erre. Egymás mellett jobban útban eltöltött évtizedek kellene ahhoz, hogy bárki is érvényesnek mondhassa magára a költői megállapítást. Önök is mindig közel és egyre közelebb kerülnek majd egymáshoz. Ha sikerül úgy élniük, hogy elmondhassák, engem mindig vár valaki, bennem hisz valaki, engem vállal valaki, valaki, egy ember, a millió közül a társam. Kívánom, hogy sikerüljön ezt megvalósítaniuk.
Persze ezt akarni kell, mint hogy az életben mindent, a jót, a szépet, a szeretetet. Életükben most még a szerelem jelenti a mindent. A szerelem, amely gyöngétséget, féltést, szeretetet és hűséget jelenti. A szerelem, amely erőt ad ahhoz, hogy a most összekapcsolt életünknek ne csak a nehezebb, komolyabb oldalát lássák, hanem a szép, a jó és a boldog együttélés reményét. Hisz a szerelem nagy dolgokra képes. Erőt ad ahhoz, hogy egymásért dolgozzanak, egymásért lemondjanak dolgokról, hogy áldozatot hozzanak. Kedves fiatalok! Felelősek legyenek magukért, egymásért, teremtsenek otthonukban harmonikus légkört, olyan családi környezetet, ahová mindig örömmel térnek haza, ahol megtalálják a nyugalmat és békességet. Olyan otthon, ahol derűsek lesznek az esték, ahol mindig számítani lehet a szeretett társ együttérzésére. Sose felejtsék, hogy a házasság két egyenrangú ember szemszövetsége, amelyben mindkét ember megilletnek jogok, ugyanakkor mindketten felelősséget is tartoznak egymásért. Önök megtalálták egymást, és az egymás iránt érzett szeretet elejénél fogva megkötötték egymással az emberi élet legszebb, legszentebb szövetségét, a házasságot. Bizonyos, hogy a jó házasságnak szilárd alapokon kell nyugodnia. Ehhez sok-sok szeretetre, megértésre, együttérzésre lesz szükségük. A szeretet ne csak jó szó legyen, érezzék annak melegét és fontosságát. A kapcsolatuk mindig őszinte marad, a jövő még sok örömet tartogat az önök számára. Őrizzék meg a szemjövőt nevetett hitüket, emberségüket, egymás iránti ragaszkodásukat, hisz az élet egyszeri és megismételhetetlen. Ebben az egyben kell jónak, tökéletesnek és boldognak lenni.